Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnafej televízió híradóját látják, Jala Jászmin Krisz vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Kötelező akciózás, 15%-ra nőtt a kedvezmény. Gyors hajtókra vadásznak a rendőrök, volt aki a megengedett sebesség több mint duplájával ment szerdán. Fejlődik Nagymányok, 1 milliárd forint értékben valósultak meg fejlesztések a településen. Különleges hónap az augusztus, a kínai hagyomány szerint ilyenkor régi vágyaink valósulhatnak meg. A kormány a kötelező akciózással és az online árfigyelő rendszerrel elérte, hogy az élelmiszerek ára drasztikusan csökkenjenek. Így reményeik szerint az infláció már évvége előtt egy számjegyűre mérséklődhet. A kormány folytatja az infláció csökkentő intézkedéseket. Augusztus 1-től 15%-ra nő a kötelező élelmiszerár akciózás mértéke, és bővül a kijelölt élelmiszerek köre is. Erről beszélt néhány napja Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Ugye a szabályozás keretében az alapvető élelmiszereknek hozzávetőleg 20 kategóriába kell majd besorolódniuk. Ilyen kategória például mondjuk a baromfi hús, a sajt, a kenyér kategória, péksütemény, zöldség, gyümölcs felvágott, tehát nagyjából 20 ilyen hasonló kategóriára kell gondolni. Az akciókat hetente kell változtatni az üzleteknek. Az intézkedés egyszerre védi a családokat és a nyugdíjasokat a háború és a szankciók miatt megemelkedett élelmiszeráraktól, valamint hozzájárul, hogy tovább csökkentsük a szankciós inflációt, írja közleményében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. A trapista sajt az jóval olcsóbb most. Egyelőre meglehetősen vegyes a kép, hogyan változtak az alapvető élelmiszerek díjai. A kötelező árcsökkentés augusztustól a korábban árstopos termékkörökre is kiterjed, így a kristálycukorra, a búzafinomlisztre, a napraforgóolajra, a házi sertéscombra, a csirkemellre és csirkefarhátra, a 2,8%-os UHT-tejre, a tojásra, valamint az étkezési burgonyára, kivéve az új burgonyára. A szabály szerint heti rendszerességgel legalább két termékfajtában kell valamennyi termékeket a beszerzési árhoz viszonyítva minimum 15%-kal olcsóbban kínálni. A felmaradó 6 termékfajta ára is sem lehetnek magasabbak, mint a beszerzési ár. Be nagyon jól lehetett tojást kapni most, 45 forintért. A b***ben láttam, amit tejet, a pülös tej, ami 225-ért nagyon jó, vagy most 205 forint csak. Tehát levittek sok mindent időre. Valaki mondta, hogy a Siófbe 100 valamennyiért vett kristálycukrot például. Az 1 literes 2,8%-os UHT tehéntejet is van, ahol kevesebb pénzért szerezhetjük be, mint az ársapkák kivezetése előtt. Ugyanakkor ennek a terméknek az esetében is megállapítható, hogy számít, hol vásárolunk, mert bizonyos szupermarketekben 10% körüli áremelkedést is tapasztalhatunk. Én a tejet vettem sokkal olcsóbban, és... Mennyivel csökkent most a tejára az hát akciózás most az akciózás, előírása? Most, hogy akciós volt, most 300 forinttal. Úgyhogy ez nekem ez nagyon jó volt. A kormány célja, hogy az év végére 10% alá kerüljön az infláció. A megengedett legnagyobb sebesség több mint duplájával ment egy autós szerdán Iregszemcsebel területén. A mutatvány 130 ezer forintba került. A következő napokban a rendőrség kiemelt figyelmet fordít a gyorshajtókra egész Tolna vármegyében. Egymás után intették le a gyorshajtókat a rendőrök Iregszemcsebel területén szerda délelőtt. Volt is dolguk bőven, sokan lépték túl a megengedett 50 km/h sebességet. Volt, aki 109-el ment az 50-es táblánál, neki 130 ezer forintot kellett fizetnie. Az országos akció első napjának délelőttjén 43 szabálytalankodót kaptak el. Voltak olyan gyorshajtók, akik kisebb mértékben lépték át a sebességhatárt, ők helyszíni bírságot kaptak. Voltak néhányan, akik azonban nagyobb mértékben, ők közigazgatási bírsági eljárásra számíthatnak, illetve volt olyan is, aki a helyszínen megfizette a közigazgatási bírságot,
melynek legkisebb összege 30 ezer forint, és 300 ezer forintig terjedő bírság lehet ennek a vége. Délelőtt Irekszemcsén 4 gyorshajtó akadt a rendőrök horgára, pedig érdemes lett volna jobban figyelniük a sebességre, mert a hatóság szakemberei a következő szerdától kezdve több napon át vadásznak a szabályokat elkerülőkre. Az akciónak a lényege az, hogy a kollégáim folyamatosan figyelni fogják az utakon közlekedők sebességét, hiszen a balesetek nagy száma azért következik be, mert a járművezetők nem a megfelelő sebességgel közlekednek. Ezekben a napokban mindenki fokozott óvatossággal haladjon, hiszen bármikor megállíthatják az elkövetkezendő napokban őket. Itt egyébként mögöttem éppen egy rendőri intézkedés zajlik, Irekszemcsén. A napokban egyébként Szekszárdon, a 6-os számú főúton, 61-es számú főúton, illetve bármelyik lakott területi úton is várhatnak arra, hogy a kollégáim ellenőrizni fogják a járművezetők sebességét. A rendőrség szakemberei azt kérik, aki az utakon közlekedik, minden esetben tartsa be a szabályokat. Rekord összegű akár a 4,5 milliárd forintot is meghaladó kárrendezéssel számolhatnak a biztosítók a múlt heti viharok miatt, közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége. A szervezet szerint a múlt csütörtök és vasárnap közötti viharok miatt kedden délig a lakásbiztosítási szerződések alapján 20 ezret megközelítő bejelentés érkezett a biztosítókhoz, bár még nem minden adat áll rendelkezésre. A szám a következő napokban várhatóan tovább emelkedik, mert sokan most éppen a szabadságukat töltik, vagy még nem tudták felmérni a távolabbi ingatlanjaikban, nyaralójukban keletkezett károkat. A bejelentések nyomán a társaságok mintegy 4,5 milliárd forintot elérő összeget különítettek el kárrendezésre, amelynek jelentős részéhez akár már napokon belül hozzájuthatnak az ügyfeleik. Az elmúlt évtizedben nem voltak olyan viharok, vagy akár egymást követő viharos napok, amelyek ilyen összegű pusztítást okoztak volna. Jelentős fejlesztések történtek Nagymányokon a közelmúltban, ezek összesen majdnem 1 milliárd forint értékben valósultak meg. Régóta várt célok teljesültek most, aminek a lakók is nagyon örülnek. Az ünnepélyes átadáson részt vett Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője is. Közel 1 milliárd forint értékű beruházásokról van szó. A hat fontos fejlesztés megvalósulása Nagymányokon még az előző vezetés ciklusában kezdődött meg, amit mostanra sikerült befejezni. A majd 1 milliárd forint értékben megvalósuló újítások között szerepel a már meglévő óvoda kibővítése egy bölcsödével, a belterületi csapadékvízhálózat rekonstrukciója, de a volt ipartelepből is sikerült egy korszerű logisztikai központot kialakítani. A város régebbi elavult konyhája is teljes modernizáción esett át. A mai nappal 6 darab fejlesztést adunk át. A most átadásra kerülő projektek az előző vezetés időszaka alatt kerültek benyújtásra és kivitelezésre. Megtiszteltetés számomra, hogy polgármesterként részt vehetek ezen az átadón, melyek mindegyike jelentős és a lakosság számára már nagyon várt fejlesztés volt. Sikerült még fontos utakat és járdákat is felújítani a Városüzemeltetési Csoport kivitelezésében. Ebből a 6 projektből 4 volt területi operatív programban elnyert beruházás, illetve végrehajtott beruházás, és 2 magyar falus beruházás volt, ez a magyar falu programban elkészült projektekről van szó. Ha összeadjuk a forrásokat, akkor közel 1 milliárd forintos fejlesztésről van szó. Nyilván még itt nem beszélünk azokról a kisebb munkákról, amit önkormányzati dolgozók, szülők és mások tettek bele ezekbe a projektekbe. Az államtitkár elmondta, nagyon fontos a vidéki Magyarország fejlesztése, a kormánynak is ez a célja. A kis települések felvirágoztatása által jut előrébb az ország, illetve az ott lakóknak is megkönnyíti az életét egy-egy jelentősebb újítás. Továbbra is emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és a Gyógyszerészeti Központ a honlapján szerdán. Azt írták, a 31. héten a koronavírus örökítő anyagának szennyvízben mért országos átlag koncentrációja további emelkedés mutat. Hozzátették, 15 mindavételi helyen stagnáló tendencia jellemző. Emelkedést Győrben, Miskolcon, Pécsen, Szegeden, Szekszárdon és Zalaegerszegen mértek, míg csökkenés egyedül Debrecenben jelentkezett. A koronavírus örökítő anyagának koncentrációja 4 településen az alacsony, 13 helyen a mérsékelt, 5 minta esetében pedig az emelkedett tartományba sorolható, írták.
ismét vásárol olyan kutyákat a Nemzeti Adó és Vámhivatal, amelyek szakszerű kiképzés után szolgálatba állhatnak. A tájékoztató szerint az ebeknek a következő feltételeknek kell megfelelniük, ivartól és fajtától függetlenül 10 és 36 hónap közötti életkorú, kifogástalan egészségi állapotú, oltási könyvvel vagy útlevéllel rendelkező, transponder számmal vagy csippel ellátott az oltási könyve. Útlevele tartalmazza a korának megfelelő kötelező és ajánlott oltási program szerinti igazolásokat. Kizáró ok azonban, ha például egy 2 éves kutya oltási könyvében csak az adott évre kötelező vakcina beadása szerepel. Feltétel továbbá az igazoltan féregtelenített, illetve a vásár előtti utolsó féregtelenítés időpontjának feltüntetése a kiskönyvben. Nagy jelentősége van augusztusnak a kínai hagyomány szerint. Egy szexuális szakértő azt mondja, az évnek ezen időszaka különösen alkalmas arra például, hogy régóta halogatott döntéseket hozzunk meg, és hogy megvalósítsuk a céljainkat. Egészen különleges napot ünnepeltünk augusztus 8-án a kínai hagyomány szerint. A távol-keleti országban ugyanis úgy tartják, hogy a 8-as rendkívül fontos szám. A szakértő szerint segíti az egyensúly megteremtését, a kiegyenlítődést fizikai és lelki értelemben. Hozzátette, hogy a különböző személyiségtípusok hogy tudják megragadni az év ezen szakasza adta lehetőségeket. A mai nappal beléptünk a kínai asztrológiai augusztusba, ami viszont fém, tehát itt a víz és a fém fog most találkozni, és hatni valójában mindenkire egy kicsit másképpen, mert aki eleve víz, arra megint másképpen hat, mint aki tűz, vagy aki már önmagában fém, mint amilyen mondjuk én is vagyok. A kínai filozófia szerint az emberek 5 típusra oszthatóak, az 5 elemhez igazodva. Ezen elemek a fa, a tűz, a föld, az arany, vagy fém és a víz. Mind az 5 elem különböző tulajdonságokkal bír, más és más dolgot szimbolizál, testesít meg. Tehát a Yang fém, aznak a képe, hogy el tudják képzelni a kedves nézők, az a harcos. Sisak, páncél, kard. Erről szól az egész hónapunk. Igen, ám, de ő egy ilyen jótékony harcos, aki megvédi a gyengéket, meg a rászorulókat. Szóval szól az igazságról, arról, hogy őszinték legyünk önmagunkhoz, hogy merjünk szembenézni a saját korlátainkkal, ne vállaljunk be olyan dolgokat, ami már nem a miénk. Szól kicsiben nagyban az igazságról, arról, hogy esetleg sok mindenről kiderül, hogy nem is az, aminek látszik. Szól a jó döntéshozatalról, mert ebben a hónapban valamivel könnyebben fogunk tudni dönteni, ha döntéshelyzetbe kerülünk. A Yang fém a hős, erős páncélú, kivont karddal pózoló nemes lovag. A fémelemhez tartozik a becsület, igazságosság, lovagiasság, megbízhatóság, hűség, kitartás, ezért az augusztus hónap kedvez a komolyabb döntések meghozatalában, illetve távlati céljaink megvalósításában. Regionális híreink következnek. Szeptembertől új ügyeleti rend Baranyában jobb ellátást kapnak a betegek a szóvivő szerint. Balesetben sérültek meg a Pécsi Együttes tagjai, zenésztárs vállalta a hangszerek pótlását. Újra helyükön a csontvári képek, megnyílt a 170 éve született festő pécsi kiállítása. Beindul az új egységes ügyeleti rend Baranya vármegyében is szeptember 1-től. A mentőszolgálat szóvivője szerint eddig jók a tapasztalatok, a betegek döntő többsége elégedett a változással. Az új rendszerben a 1830-as hívószámon lehet segítséget kérni. Ezzel a tájékoztató plakáttal érkezett Györfi Pál Pécsre kedden. Az új egységes ügyeleti rendszerről adott itt tájékoztatást. Baranya vármegye szeptember 1-től csatlakozik ehhez. Az új egységes alapellátási ügyeletben délután 4 és este 10 óra között házi orvosi ügyeletet vehetnek igénybe azok, akiknek olyan akut egészségi problémájuk van, ami nem halasztható a házi orvosuk rendelési idejéig. Alapvetően mégis mindenkit arra buzdítunk, hogyha tervezhető orvoslátogatásra készül, akkor a saját házi orvosához menjen el rendelési időben. De adódhatnak olyan élethelyzetek, keletkezhetnek olyan hirtelen egészségügyi problémák, amik ügyeleti ellátást igényelnek. Erre délután 4 és este 10 óra között Baranya vármegyében 9 telephelyen van lehetőség. Bolykomló, Mohács, Pécsvárad, Siklós, Selye, Szentlőrinc, Szigetvár, Pécs. Ezeken a településeken tartanak ügyeleti ellátást délután 4 és este 10 óra között, illetve hétvégén és ünnepnap reggel 8 és délután 2 óra között. Az éjszakai időszakban egy új segélyhívószám használatát javasolja a szóvivő. Mielőtt még bárhová elindulna
hívja fel a 1830-as telefonszámot, ez az egész ügyeleti időszakban működik az vármegye egész területén, és a 1830-at felvevő szakemberünk majd eldönti, hogy mi lenne a legjobb megoldás arra az egészségügyi problémára. Lehet, hogy elegendő telefonon tanácsot adni, az is lehet, hogy kiküldi hozzá az ügyeleti kocsit, de hogyha nagyon nagy baj van, akkor lehet, hogy fölösleges vacakolás lenne ügyelethez fordulni, azonnal rohamkocsit küld hozzá, ha mondjuk infarktus gyanúról van szó. Úgyhogy a 1830 a legjobb megoldás az éjszakai időszakban. A régi ügyeleti rendszer sokféle volt hazánkban, volt, ahol jól működött, de a legtöbb helyen panaszkodtak miatta, mondja Györfi Pál. Vagy azért, mert nem tudták elérni, vagy azért, mert az ellátás nem volt megfelelő, vagy nem kaptak felvilágosítást. Mi ezeket a kritikákat tartjuk a legfontosabbnak. Szerencsére ebből az új rendszer keveset kap. A beteg elégedettség minden korábbi várakozást felülmúlja. 1-től 5-ig skálán 4,24-es osztályzatot kaptak azok az ügyeleti telephelyek, amik már bekapcsolódtak ebbe az új egységes ügyeleti rendszerbe. Mi azt ígérjük, hogy szeptember 1-től Baranya vármegyében is mindent megteszünk azért, hogy a betegek ne csak a legjobb ellátást kapják, hanem emberileg is elégedettek legyenek. Jelenleg folyik a baranyai háziorvosok csatlakozása az új ügyeleti rendszerhez, mondja a szóvivő. Az egységes alapellátási ügyeleti rendszer országos kiterjesztése szeptember 1-től Veszprém, Jász-Nagykunszolnok és Baranya vármegyékben folytatódik. Jövő év elejére, Budapest kivételével, az egész országban egységes, a sürgősségi ellátórendszer elemeivel összekapcsolt ügyeleti rendszer működhet majd a tervek szerint. Óriási segítséget kapott a Meringel zenekar, akik múlt pénteken szenvedtek súlyos autóbalesetet a kisbuszukkal. Egyik koncertről igyekeztek a másikra, mikor az M6-os autópályán egy durdefekt miatt bekövetkezett a baj. A zenekar eszközeinek pótlására gyűjtés indult, végül egy zenésztárs jelentkezett, aki vállalta, hogy fedezi az eszközök beszerzését. De mit vegyek, ha kell nekem? Elvisznek az angyalok, és rád már nem is gondolok. Csoró éjszakák, titokban Budán. Koncertrészlet a pécsi Meringer zenekartól a Budapest Parkból. Mint ismert, Meringer Marci zenésztársai nemrég súlyos autóbalesetet szenvedtek. Kisbuszokkal az M6-os autópályán jöttek Pécs felé, amikor megtörtént a baj. Mentünk volna Ördökatlanra játszani pénteken, aznap. Csak hát hazafele az autópályán durdefektet kaptunk, bal hátsó durdefekt, és hát nyilván a sofőr ott már nem tudott, iszonyat jól kezelte a helyzetet, elképesztő volt, a mentősök mondták, hogy nézték a féknyomokat, nem láttak még ilyet, hogy valaki ennyi ideig és ennyire jól tudja ezt megfogni, de hát sajnos ez lehetetlen, főleg egy kis busztán, egy nagyobb szél ellöki, úgyhogy egy ilyet megfogni ezt nem lehet. Forogtunk, és ott az árokba megpattantunk, mit tudom én, a leállósába álltunk meg végül a bal oldalán a busznak. Daninak a hüvelykújja tört el, de egyik zenésztársa súlyos sérülést szenvedett. Sajnos a dobosunk ő mellettem ült, kettővel leghátsó sorba ültünk mi, ő neki lett a legnagyobb sérülése, legveszélyesebb, és hát őt ki kellett húzni, mindenki más ki tudott szállni a kocsiból magától. A hangszereik, a felszerelésük összetört, így gyűjtést indított a Fábián Juli Emlékalapítvány, hogy pótolni tudják az eszközöket. De jelentkezett Majka is segíteni, aki előtt egy fesztiválon léptek fel Kazinc Barcikán. Szerencsés fordulat, hogy így már nem kell az alapítvány gyűjtése az újrainduláshoz. Tegnap úgy döntöttek az egész produkció, hogy akkor az összes káronkat ők fedezik, és minden hangszert megvásárolnak nekünk, ami hát igen, ez elég hihetetlen nekünk is. Úgyhogy igen, az alapítvány, ami meg ugye megy a gyűjtés, még mindig, azt végül is akkor úgy döntöttünk a srácokkal, hogy nyilván mivel most akkor nekünk az összes hangszerünk és felszerelésünk pótolva lesz, akkor azt a mentésbe résztvevő mentősöknek, orvosoknak, mindenkinek akkor felajánljuk, és akkor úgy abból már nem kerül hozzánk elvileg semmi. Dani azt mondja, hogy a legfontosabb, hogy felépüljön a dobosuk. Erre minden esély megvan az orvosok szerint. Az újrakezdés pedig csak vele tudja elképzelni a zenekar.
Több hónapos budapesti vendégeskedés után ismét Pécset láthatóak Csontvári a városban őrzött ikonikus festményei, mint a római híd Mosztarban vagy a vihar a Nagy Hortobágyon. A hazatérő remek művekkel együtt jött még pár olyan festmény is, amelyeket most először lehet megcsodálni. A Janus Pannonius Múzeum és a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria közös Csontvári 170 időszaki tárlata a fővárosi kiállítás után most visszaérkezett Pécsre, a Janus Pannonius Múzeum Csontvári Múzeumba. A festőgénius műveit legnagyobb számban őrző két közgyűjtemény anyagából összeállított tárlat 3 hónapig nagy sikerrel a Szépművészetiben volt látható. A budapesti zárás után az életművet átfogóan bemutató közös kiállítás Pécsre az idén 50 éves Janus Pannonius Múzeum Csontvári Múzeumba érkezett. Többek között dr. Víg Anna Mária, Szépművészeti Múzeum általános főigazgató helyettese nyitotta meg a kiállítást. Bán László főigazgató úr ötlete, gondolata nyomán indult ki ez az együttműködés, amit a városvezetés nagyon nyitottan fogadott. Az a gondolat munkált főigazgatóban és mindannyiunkban, hogy a 170 éves évfordulót egy méltó módon ünnepeljük meg, és úgy gondoltuk, hogy erre a legjobb alkalom az, hogyha a két intézményben található jelentős gyűjteményi darabokat együtt mutatjuk be. Amint egy 40 művet felvonultató kiállítás, tisztelgés a magyar festészet történetének egyik legeredetibb és legismertebb alkotója előtt. A megnyitón többek között Kőhalmi Andrea, a Janus Pannonius Múzeum kommunikációs vezetője is köszöntőt mondott. A Szépművészeti Múzeumban csaknem 200 000-en látták ezt a kiállítást, ami a művész születésének 170. évfordulójára készült. A két legnagyobb közgyűjtemény, pontosabban az a két közgyűjtemény, aki a legtöbb művet őrzi, ők rakták most össze az anyagukat, úgyhogy itt sem csak a mi állandó kiállításunkból már ismert képek láthatók, hanem kiegészültek az eddig a Nemzeti Galériában őrzött műtárgyakkal. Úgyhogy nagyon izgalmas kiállítás láthat, aki eljön hozzánk, és azoknak is ajánlom, akik esetleg már látták Budapesten, hiszen itt más rendezésben máshogy rezonálnak egymásra a képek. Az eseményen Lantos Zoltán hegedű művész és a Hágen mozgásművei működött közre. Az együttes tárlatot 2023. november 5-éig szintén 3 hónapig láthatja a városban a nagy közönség. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket, még egyszer röviden. Kötelező akciózás, 15%-ra nőtt a kedvezmény. Gyors hajtókra vadásznak a rendőrök, volt, aki a megengedett sebesség több mint duplájával ment szerdán. Fejlődik Nagymányok, 1 milliárd forint értékben valósultak meg fejlesztések a településen. Különleges hónap az augusztus, a kínai hagyomány szerint ilyenkor régi vágyaink valósulhatnak meg. Csütörtökön tovább javul az idő, csapadék előfordulása összességében nem lesz jellemző, de szorványosan ezen a napon is kialakulhatnak záporok. Tovább erősödik a nappali felmelegedés, de még mindig több fokkal elmarad a hőmérséklet az ilyenkor megszokottól. Este gyengén felhős csillagfényes égbolt melletti nyugodt, eseménytelen idő várható. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!